És Kucsera Gábor! És köszönjük újra a tánckarnak és a táncosoknak! Valami volt abban a csirkében! Csodálatos munkát végeztek! Ez egy nem létező! A Kucserára rátettünk egy ilyen farm effektet, hogy ilyen... Hát ez óriási! A Haciendáról, látod? Ez a láthatósági mellékben! Nehogy valaki elüssse a traktorra! Arra szeretnék kérni, hogy még miatt nagyon belenül, mondd el, légy szíves a szöveget, csak a repül! Boom, boom, boom! I want you in my room! Want you in my room! Standing together! Úgy maradsz. Óriási. És tudja, nem olvasta. Óriási. Amikor a buszban elkezdett a Gabi énekelni, azon gondolkodtam, hogy ez véletlenül nem egy létező dal. Tehát, hogy én ismertem ezt a dal, de nem tudtam, hogy így van. A másik az, hogy... hallottam, és így velekedtem róla. A másik az a pánik pillanat, amikor elkezdtél testinkelni a színpadon, konkrétan olyan kajla vagy, mint akinek tegnap nőtt ki a kezelába. Tehát olyan, mint hogyha egy rácsodálkodni, hogy én kezem van, és elkezd így... És amikor majdnem elvágódtál, konkrétan láttam, hogy üzentek fel a vezérlőnek, hogy... Megcsúszott a lábad. Figyelj, nem mondod. Tehát a konfettiken meg ezen a... Maradt. Hát, ment egy ilyen halálforgás itt elől a színpad elejével, majdnem orra esett, és konkrétan felszóltak a vezérlőnek, gyerekek, gáz van, nyomjátok a konfettit. De ez rögtön a belőtték. Most álmon maradtam. Igen. De szerettük, Tibi, nem? Igen, nagyon szerethető volt, jó volt. Fenntartom, hogy a Kucsera Gabinak csak annyit mondanék, hogy Gabi, óriási mázlid van, hogy legalább szép vagy. Andi esetleg a koreográfiáról valamit, amit megtanult a Gábor. Igen, csodálatos volt. Két dolog volt csodálatos, a koreográfia és a szöveg. A szöveg a Biki csunája körülbelül egy abszolút. Ezt a örökzöldet fogunk ebben. Pedig mennyit gyakoroltuk ezt az egy refrén. Mi a baj az, hogy van csúi marú? Jó, táncolni, énekelni. Ez nem egy komoly. Ilyen ez a show business kolléga. Egy komplikált dolog. Viccesnek vicces volt. Az biztos. Kuki? Én nem tudom, én megyek veletek Ibiza, enni egy pizzát. Yeah! Annyira jó volt, hogy hihetetlen. Gyere! Igen. Gábor, lehet kicsit érezni, hogy na, a zenek ez nem annyira jól megy, de legalább jó kedved van a színpadon, ami ez az egyetlen mentség neked. Így, nem megy, de jó kedved van. De nem, és én mindig... És jó az a mozgás mindig, az a koboly mozgás minden. Én nem tudom, hogy nem biztos ez volt a legjobb dal neked. Milyen a stílusod? Milyen zenet szeretsz te? Hát ez keresünk hétről hétre. Micsoda? Remélem, egyszer megtaláljuk. Ez a legmélyebb érzés, amit kicsi holt magából az élete során. Bum, bum, bum. I want you in my room. Bancsú, ne tegyél vele bonyolulást. Imáj, bancsú in my room. Na, mielőtt pontoznátok, azért elmondom, hogy a Kucsera családból, hogyha nem elég, akkor itt rögtön a nagy duett után kezdődik a Showtime első adása, és ott viszont látható a Kucsera család másik fele is, aki ugye kézilabdázik, Tápai Szabina, és hát bizony majd kiderül az, hogy mennyire jól dob célba. Úgyhogy ha mindenképpen maradjanak velünk majd. De még egy picit térjünk ide vissza, mert hogy adós a zsűri nekünk a pontszámokkal. Tibike! Figyelj, nekem nagyon tetszett, szórakoztató volt, azzal a felhanggal, hogy a következő szöveget most hát tényleg megtanulod. Jó? Megtanultam. Az egy dolog, hogy mi? Csak ide után elfelejtetted, jó? Egy bíztató, építő jellegű, a szórakoztatásnak szóló 10 pont, jó? Jogállás eddig. Andi? Hát én azért ennél szkeptikusan vagyok, én azért egy kicsivel több, hogy mondjam, szeretem én, hogy ilyen nagyon jól érzitek magatokat, de azért látom a többieken, hogy mennyi energiát fetszölnek bele, és mennyire elkezdik ezt a dolgot komolyabban venni. Én javaslom, hogy tegyetek ti is, így főleg a Gabinak javaslom, mert te mindig nagyon kőkeményen beállítod magadnak. Én egy 9-est adok erre. Köszönöm. Azért az se rossz. Azért örülnék neki gombóc fagyiban, ha annyit kapnék. Én a múlt héten kicsit szigorú voltam veletek, most egy 9 pont adom nektek, jó azért? Köszönjük szépen! 28 pont. Nagyon jól hangzik. Harmadik hely. Na, akkor want you in my room, de inkább a székre. Want you in my room. Mondom magyarul, úgy lehet, hogy jobb. Igen, abszolút. És hát azért legyünk őszinték, tehát azért az egy nagy feladat, amikor feljön a színpadra Kucsera Gabi és Dérelnyi, és én a Kucserát nézem végig a produkció alatt.